Ja, hajós, ja, igaz, ja, csak aztán pont nem figyeltem, mióta beszéltem. Ja, ez két ott jó csata volt. Iszonyat jó volt mind a kettő. Az igen, eldobtam 15% frame-et, szóval mwah, eddig ilyen a közvetítés. Nem vághatom le ezt is. Már kirendeltem egy videót, most már az kész van. No. Van kedved jönni? Na, hát akkor... Ajjá! Miért nem logoltál még be? Nem, az nem lag volt, jó lag volt, mert render lag volt a gépem. Tehát a videókártya nem bírta a Falloutot és a izét. Streamet. Stream nélkül tök jó fut amúgy. Tudod, ahogy megérkezel, addig kérem a gyereknek a pelenkáját. De látok mindent, nem? Hát is elfogadom, hallom. Ja, meghívlak, várjál, megkérdéssel. Gyere, hagyjuk elni. Na. Kapitán, jó. Ah, benne vagy már a divízió. Tényleg hallod valamit, ami várjál. Rakj egy hajót. Szia, négy! Már is! Ilyen négy, kérlek szépen, hozom ezt megint a hordozómat. Az jó. Múltkor annyira örültem amúgy, mikor a vasárnapi kis ilyen sneaky streamem volt, hogy meg volt az átlag három néző. Mondom, ez kicsit tartani kéne, és akkor jó lenne. Csak meg lenne lassan az affiliate, mert csak annyi hiányzik amúgy. Ennyi hiányzik, nem több. Csak lehetne squad streamelni, lehetne csatornapontokat beállítani, lehetne dolgokat beállítani, és ez tök jó lenne. Hát akkor, ha ez az, hogy World of Warships eznek 0-21, akkor az lesz. Csak én szeretnék mással is játszani.
Meglátjuk. Na, let's go! Mai harmadik csatám amúgy. Ez. Egyet játszottam a Cordobával, egyet meg a Lingrivel. Van egy japán hordozó, 3 csatahajó, 1900 adás a prémium, König, hűha, 5 cirkáló, 3 romboló. Ajánlhatom, akkor ne levesd ki magad, légy szíves. Mert nagyon jó spotter vagy ugye. Megyek is neked arra segíteni. Ó, ne és ne füstölj sose a legelején. Jó, lehet mellé nyomtál. De akkor sem. Tehát feleslegesen füstölsz a legelején. És ugye nagyon sok a CD-ért, nagyon sokáig tölt újra. Viszont amikor valakit felfedezel, és ugye általában egy másik rombolót fedezel fel. Nem nekem, sorry, hát most... Ha valakit felderítesz, és egy romboló van veled szemben, akkor érdemes elfüstölni magad. Mert ugye egyrészt akkor leesik róla a spot, a füstben nem látnak, csak ha nagyon közel vannak tényleg. Másrészt meg nagyon jó, ki lehet vele menekülni ugye a szorult helyzetekből. Na, cén. Ó, erre a pályára emlékszem, már szívtam. Aha, igen, már szívtam a basarakba. Felfedezték a repülőimet. A másik repülők. Még a fire-t nem kapok, tehát anti-aircraft tűz még nincs. Bombázókat küldött ki az enemy hordozó. Igen, tank a HP. Wow. Kiprival innen. Egy repülőt leszettek. Hát ezt a csatályot lehet megkínáljuk, megálltam úgy. A legrosszabb dolog, amit csinálhat, hogy megáll. Két torpedó talált. Előjétek le! Fogják lőni ezt is. Le. Én szeretnék erre eljönni. És küldjünk ki rakétásokat. Van ott egy romboló. Sziget másik oldalán. Megy a pofoszkodás, látom. A romboló bent van cén és füstöl, de milyen kis megy be és füstöl, de rá tudok menni elvileg a rombolóra. Van a First Blood-ja, sajnos nem nálunk. Szerintem mondom, fordulj vissza, ha jót akarsz. Ülni a szélén. Ott láttam, hogy pont a szélén ül. Abból kapni is fog. Bizony ott talált. Uh-huh.
Ott van, kijött. Megjelöltem. A mákos. Mi a baj? Hát hihetetlen ez a gyerek. Mi a baj? Haj, haj, haj. Mi HP-t van? Full HP-s Omaha. Omahának viszont lesz izéje. Legvédelme. Ja, szívunk az biztos. Talált és lyukasztott is. Ó, meg. König. Fog összeszűkölni. Visszahívjuk. Autopilot mode disabled. Még legjobb visszajönnek a... Mi a baj? Hihetetlen vagy, gyere. Autopilot mode enabled. Így kaptunk, ez gyors volt. Hát még egy négyes, ha gondolod? Aha, helyes. Hadd szóljon. Ez egy elég gyenge csata volt a csapat részéről legalábbis. Szedtünk egy rombolót, ezt se. Meg egy jó, meg egy csatahajót. Tudom, reggel a jajókat játszottam, mindaz a kettő. Kész egy tejcsit? Ez pont az. Autopilot mode enabled.
Istenem! Ó, Istenem! No. Yeah. Autopilot mode disabled. Vigyázz. Igen, lőnek. Pentrű. Oldalról. Meghozzabb tesókám. Füstön kívül ne lőj, mert ha füstön kívül lesz, akkor azon ne detektál. Tehát legjobb esetben is, te konkrétan csak spotolnod kéne. Tehát nem is szabadna, hogy lőj igazából. Hogyha a spot körödön kívül még 6 szekig van izé. Baj. Hello? Aha, látom. Azonnal gyújt. Másodjára is gyújt, hallod? Jó, rohadjatok meg, bazd meg. Ez, apád faszát, azonnal rám gyújt másodjára is. Ugye anyádat, azt. Ez konkrétan elmegy a faszomba amúgy. Ne haragudjon már. Első lövés gyújt, oké. Második lövés ugyanúgy gyújt. Menj ma anyádba. Hajrá kapitány! Látom ezért nyomod az égetést. Van előtte egy cirkáló. Fordulj. Másik irányba fordulj, és akkor tudsz torpedózni is. Ugye ez repülők. Azt mellé lövi, hál' Istennek. Hogyha van torpedód a másik oldalon, akkor azt nyugodtan lőjed ki. Egy oldalon van csak torpedód? Nem, az egy oldalon, akkor most lőtted ki. Ez 500 damage. Belefordultál. Igen. Next. Ötös jöhet? Van ötösöd? Nincs, négyesed van. Akkor hozom a cizét. Hordozott. Jó, nyugodt, nem baj. Akkor négyesezünk, hát most nekem van kettő. Jó.
Szét kell még vágjam a szülinapi streamet is. Ki kell renderáljam. Szét kell vágjam a múlt hét csütörtökét Manóval. Ott így az elején 7DS-ünk után, amikor hajóztunk egy kicsit, azt is ketté kell vágjam. Ki kell rendeljem azt is. Még egy ilyen 3 órás anyag rendelése 4 óra. Ez 2x 4 óra, vagy egyszer kirendeli, máshogy arra megint ellenőrzi. Ja, az jó volt. Azt meg kell megcsináljam, hogy hiszem a mai napom azzal fog eltenni ezután, hogy szerintem azt fogom csinálni. Közben meg itt tévézni fog szerintem mellettem megpihenni. Fölkuszok Discordra majd. Ez látom, most is fönt ül amúgy a Discordunkon. És ez övén, az ő Discordja, csak azt tartom otthonnak. Megcsináltam a Stream Elements-es leaderboardomat alul a kártyáknál, ugye a Twitch profilon, illetve beraktam a Twitch feed, a Twitch Twitter feedemet, hogyha van valami, akkor oda tudok írni, és azt látjátok akkor legközelebb, hogy az adott stream az most lesz-e vagy nem, mert ugye nincs semmilyen kommunikációs csatornám jelenleg arra, hogy szóljak, hogy lesz-e vagy nem lesz-e. Ugye múltkor szóval jött, hogy mi lenne. Hát, tudnék egy kis infót adni arra, hogy srácok, mi lenne, ha hagyjatok, de haragjatok, de most ma például nem jön össze, mert mit tudom, én fáradt vagyok. Mert hosszú volt a napom. Jaj, hosszú volt a napom. Akkor bírok egy gyors twittet, aztán azt Twitch-be húzza azonnal a profilom. Ötletnek legalábbis. Úgyhogy most héten ugye ugyanez a terv, mint múlt héten, tehát ugye Manóval egy órától ugye 7 days. Láttam, hogy úgy 5 percet öltem itt, ugye itt ilyen egyen. Ezt végén bedobott 3 játékost, meg 8 botot. Vagy 9 botot. Ez ilyen. Kijöttek a nyuszik. Az egyik legalábbis, de már megy vissza, úgyhogy jött a keresztbe, ugrált kettőt, visszament a keresztbe. That's a new life. Na most is tessék, kaptunk botokat, most több a játékos, de vannak botok. Négy romboló, négy cirkáló, három csatahajó, egy hordozó. Mondjuk egy ilyen est. Ja, repülök A felé. Várjunk ki, hogy az A és a B között lesz a hordozó. Lehet megpróbálni megszurkálni a hordozót, hogyha át tudok csaszogni a izék között, a hajók között, és nem szedik le anti-aircraft-tel ugye a csodás repülőimet. Egy az egyben velem szemben van az én hordozó. Egy az egyben velem szemben van. Queen Mary. Queen Mary, bocsánat. Annyira nem jó, örülök cirkámonak. Én már most lövi azért az faj.
Ja, fogja szedni a jómat, igen. Tudok kitázni akkor. Én neked segíteni a cirkálóba. Ugye az csak bot, de ott nem de lesz. Igen, szedni srácok. Azt te torpedóztad meg? Nem. Ezt elvileg kiszedem. Így így. Jézusom, mennyi kill lett hirtelen, azt rohadt. Van torpedod a csatahajóra? Ó, oh, mellé lövök. Ah, nem, bele sodródik. Jaj, jó. De nem gyújtom sajnos. Ma kikerültem a torpedot, nagyon jó. Ó, a rohadék. Van torpedot, küldje le izére, Kvimérire. Gondolkozás nélkül, mert nagyokat lő. Valószínűleg te lepadtál, szóval most javít, aha. Jó, jó, 800 HP. Szerintem gondolom megeszitek. Ó, megevett téged, aha. Jó, kiszedt a romboló. A fűzben a romboló. Kansas B. Na, ah, rám jön megint a torpedós. Vagy a csatahajóra. Kütöttek távol vagy, de hol az a mocsok? Ott. De piszok gyors vagy, Jézusom! Talált. Ez a hőső az nagyon gyors. Hőső vagy nem tudom, hogy van.
Kiejtve. Az piszok gyors az a izé. A jó. Na, meg fog találni hátul a romboló. Mondod, hogy kiszedték. Jézusom. The team. Van két torpedó. Puff, puff. 7k HP-d. Már nincs több HP-d. Ez nem lesz jó. Akkor el kellett volna dobjam. Nem megy mögötte, Uber-vel nem megy mögötte. Nagyon jó. Megjött a romboló a fenekembe? Ó, oh, nyírták. Gyertek vissza. Kéne foglalni a C-t is. Ó, nem, a rombolót kiszedték. Meg kéne menni a hordozóra. Oké, okay, torpedóim ready. Rám jön a izé. Nem, nem. Nem tudom, hogy 3v2, csak a hordozó nagyon összakadék, és ugye védi a csatahajóra azért a hordozót. A hordozó. Szóval 8k-ja van még. Igen, tíz talált. A Jézusom, hogy menjek a izéjé. Szóval nem torpadozik ügyesen. Az látszik. Egy kalibre gondolt egy citadellát.
Hol az ott lövik szépen? Nem anyádba. Bazd meg. Hogy jön rám a fighter? Bazd meg. Még hordozót ki kéne szedni. Egyká. Kiszedi az izét. Kitorpadozzák, ó, egy helybe áll, kitorpadozó a retekbe. Ó, Istenem. Három kárt kell meglőjek. Szerencsére egy helybe áll. Autopilot mode disabled. Autopilot mode enabled. Autopilot mode disabled. We're below the waterline. We're flooding quickly. Autopilot mode enabled. Nyilván nem döglött meg amúgy. Kiszoros HP-ja maradt. Hordozót még kiszedem akkor is. Pff, 1800 HP, adjuk már. Elindult. Nem számít. Mi? Hogy kerülted ki a torpedóma? De bekaptad a torpedót, csak nem haltál meg. Rohadj meg. Enemy aircraft carrier sunk. 6K-t kaptam a csatahajtó. Csatahajtó ki fog szedni az a baj. Kigyűjteni még ki tudom. Autopilot mode enabled. Egyet kapok, meghalok. Három ezer, hát az nem sok. Tíz lövés kéne még neki. Jó, most haltom meg. Egyik se gyújtja, beszarok. Huszonkilenc K.
Hát, ki fog szedni? Így nem, így már igen. Ilyen sűrűn lősz már, hagyjuk már. Jók. Ez is 39k damage, de na. Hát nem, megpróbáltam. A hordozó nagyon sokat sebzett szerintem. Náluk. Nézzük meg azért. Elkezdesz lőtt. Hordó látszik. Nem, eneminek az éjjel, nem látszik a statisztikája, mi? Mindegy, next. Váltjunk ezzel tovább, én elszorakozok vele. Kell 2000 XP a következő konténeremhez. Jaj. Hidratáljon mindenki egyet, mert... ha van. Meg egy órácskát játszunk. Nem akarom most hosszúra gyújtani, mert pedig nagyon szívesen játszani kezdtük, de rohadt fáradt vagyok. Ma sajnos nem lesz hosszú. Na, de cuki, rám ért az azért. Az egyik játékos, nem tudom, hogy hirtelen ő ki volt. Végül a cute. Ki volt? Agarashi? Jó volt? Nem, az a vonalimon. Ó, ő írt rám, aha. Tehát nálunk a Kölberg írt rám. What you do it, who you do it with? Not okay. Közben keres csatát amúgy el? Na, nem keres a csatát. Jó. Ja, mert nem lődíztem be. Az igen, már is mennyien vagytok. Ó, várját, ötöst vettél, hello! Ó, látom. Akkor mennyi kell az? Ó, még kell sok. Várj, 5-ös. Hozom a New Yorkot. Ez már hirtelen nagyon sok vízi hajó lett bent a keresőbe. Nem tudtam nézni. Ja, bandita! Hogy vagy? Hogy vagytok egész pontosabban? Tier 7, nagyon jó, megikaptunk. King George van a másik oldalon. Tehát olyan pofonokat fogok kapni, mint a húzat. Ötösként. Mit keresünk mi itt? Csatahajóval.
Nem baj. Egy dolgot próbálj, kapitány. Egyetlen egy dolgot próbálj. Távol lenni mindenkitől. Azt nagy erőkkel próbálj, jó? Csak pályás egy nagy rakás szar. Ja. A tier 7. Szerintes ezen az oldalon van a tengeratjára. Amire, hát mondjuk jó, van kenterem, van mély vízim, de az 6 km-es távolságon belül. Szóval így, tehát nagyon közel kell magamhoz engedjem azt a rohadék tengeratjárat, hogy ki tudjam bombázni. Hát szarul, de büszkén. Reggel mentem két olyan jó kört. Itt fönt van Manonak a szerverén a screenshot a csata eredményéről. Két tier 4-es, olyan jó kört mentem, most meg... Előző jó volt mondjuk az előző csata hordozóval, tehát lehoztam 40k damage-et, ami átlag 50 tier 4-be. Olyan rossz nem volt, de lehetett volna rosszabb is. True. Most meg földobott minket tier 7-be, úgyhogy igazából el kéne fordulni az ágyúnak. Rosszra fordultattalak, srácok. Bocsi. El kéne forogni a másik oldalra. Hasap. Fordulok is be balra igazából, tehát nem nagyon szeretnék előrébb haladni. Ha valaki akar, az jöjjön ide. Viszont nincs hordozó, tehát igazából az a jó, hogy légitámadás nem fog érkezni. Ja, engem már észrevettek. Ne, ez egy ilyet. Az én... Eddig... Ja, lőttem csak mellé, jó, oké. Okay. Ezzel be kéne bújni a szigethez. Majd a véna mondó vagyok. Melyik mondta, hogy acknowledged? Egyik sem, amelyik itt van szerintem. Hát a volt az mindig izé. A volt az mindig ilyen. Bent a füstjé, ott a füstjébe. Ó, beleszaladhatna az egyik torpedóba. Az igen, ha kidriftelt. Akkor most lőttem el magam, GG. Na, ott a King George, tessék. 60k HP. Itt meggyújtották. Fordul, igen. Kétezer. Hagyjam a békén a szemből. Nyolc, mi isten szar van ott? Az én szalvaim nem ilyen pontosak amúgy. Tehát azért elmegyünk ma a szomba. Na, hát így megy, tessék. Onnan a rohadék. Messze. Ezt már lőhetett a köcsög. Láttad a izét? Láttad a tengeratjárót? Akkor dobáld el ezt a repcsit. Aha, ott van tényleg. Egész hét, az nekem pont még kiesik.
Egy talált. Ezres. Tudom, sok srác. Itt egész 8, az messze van nekem. Hol van? Hogy mondjam? De nem gyújtogatná. Ezres. Problem solved, sir. Awaiting instructions. Attention, reporting the target position. Ezreket damage-elek. Én meg azonnal kigyújtam, hogy... Tier 7-es, tehát nyilván azonnal kigyújtam, miért ne gyújtanak ki azonnal? Lepattanak róla, nem fogom soha átütni. És jó lenne, csak sziget előtt vagyok, tehát nem fogom tudni ki meglőni. Felakad a hegybe, igen. Merre megy? 13-3. Lőtt a lövés. Nagyon jó. Ott a minimum pos lövés. Arra halad. Csak ég. Lehet, nem sokat. Mikivel bunyolzol ott? Újabb gyújtás, nagyon jó. Menekül. Akkor az jó, ahhoz képest jól leszettük. Fordul? Aha, fordul. Eee,
Jól lehúzott én a tengatyára. De keresztbe lövök mindent is, és elélődtem ráadásul. Igen, 6K, 7K, most építi vissza, mi? Leesett a spot. Nem tudom, kieresztettél azt a izét. Torpedót, de fel az mellé ment. Akkor nem tudom eltalálni. Ez a lövést át tudom lőni izére. AP-ra. Fordul a srác. Megállt? Megállt a szigetnél, aha. Ten 7-3-ra van. 7-1. Nem csak a bot talál-e bármi. Nem. Nem mehetek mögé, még szívesen mennék, de nem fog tudni mögé menni. Ott van három csata hajó. Azon két csata hajó cirkálom. Talán. Visszaépített. Fájni fog az idelő. Na, oh, nyertünk, oké. Okay. Oké, okay, az is jó. Nyertünk, ugye? Nyertünk. Jó. Hát a... A he, tehát a kit, ugye az a repesz. A repesz romboló arra jó, hogy gyújtsa olyan hajókat, amiket nem tudsz átlőni az AP-val, tehát a armor penetratorrel, tehát a páncéltörővel. Ugye armor pen az AP-nek a rövidítése, tehát ha nem tudod átlőni még egy erősebb csatahajónak az armorját, akkor érdemes itt ellőni, mert akkor gyújtasz. Akkor többet sebzel, mint ha ténylegesen átlőnéd. Az AP-t azt puha testőekre érdemes lőni, ugye ha citadellát lősz, ugye akkor meglövöd a lövedéknek a max damage-ét. Az ugye a csatahajóknál ilyen 10-12K-20K per lövedék, tehát akkor rá tudsz süvíteni az enemire egy ilyen 30-40K-t simán. És mindenképpen úgy érdemes az AP vagy HP-t lőni, hogy milyen hajóra lősz. Tehát ez az alaplogikája a két lőszertípusnak. Ugye War Thunderbe 5-6 fajta lőszer van, és az sem mindegy, melyik tankra használod például. Tehát ezt mondom, hogy ilyen... Ura, itt csak kettő van, hál' Istennek, úgyis nincs aranylőszer, mint a vodba. Tök fölösleges lenne, mert itt vagy átötöd, vagy nem. És az összes hajó puha testű fizikailag, csak hogy vannak jobb armorra rendelkeznek. Tehát a csatahajók általában ugye erősebb armorra vannak, ezért is lassabbak. De azt inkább, hogyha kisebb, hogy te cirkálóként, vagy torpedózzad, vagy repesszel lőd, akkor gyújtod. És hogyha ki tudod gyújtani egymás után kétszer, úgyhogy egyszer eloltotta, akkor biztos, hogy egy percig égni fog. És ilyen 2-300 damage per... A kétszeg talán a gyújtást, tehát ami ilyesmi. Ha nem tudod torpedozni, akkor mindenképpen repesz. Cirkáló-cirkálóval az általában mehet AP, a
attól függ, melyik, de az is inkább repesz, a rombolóval meg csak repesz. Az csak repesz. Amúgy így nyertünk, igen, szép volt. Rakják közbe. Köztelebb az ötös. New York-a, hogy állok XP ügyileg? Ami elfogyott. Elfogyott. Ott teszem rá. Szóval nekem csak pénz kéne a hatos új Mexikóra. De mennyibe kerül a hajó? 3,5 misi és... 1,2 az... 1,2 meg... 2... 5,4... 4,4... 4,8... 5,1 plusz a modulok. 1 millió 6-os. Oké, közben van a második, konténerem. Hát attól függ, tehát nem függ a lőszertípus az, hogy jobb vagy nem jobb a másikhoz képest, attól függ, mire használod, ugye? Nincs más ötösöm, ugye? Nincs. New Mexico, azért New York. Hát akkor let's go. Jaj. Jaj. Olyan jót fogok én este aludni, már előre érzem. Olyan jót fogok aludni. Az este megfődünk a gyerkőt, és puh, halvás. Na, tier 5-ös csata. Én itt például csak AP-t fogok használni, tehát semmi más nem fogok használni, és esetleg, hogyha nagyon mocsak vagyok, akkor áttöltök izére, repeszre, de akkor sata hajót lövök, tehát mindenképpen csebződni fog. Rávi is viszed, akkor megnyomod a kontrollt, rávi viszed az egeret a lőszer, akkor kiír mindent, hogy mennyi az armor pene, max damage ugye a citadellánál számít, tehát 10,300 damage az nálam egy lőszerre, és ugye van 6 ágyum, 5 ágyum. 5 ágyú szor két lövés, tehát 10 lövedékből, tehát én, hogyha mind a 10 lövedékem citadella lenne, akkor én 103 000-re tudnék damage-elni. Ami mindig egy 10-es hajónak a fél HP-ja. És nyilván nem lő 10 lövedékkel citadellát, olyan nincs. Jaj, és most a pályát, Jézusom. Na, mondom, hogy ide beparkolok a szigethez, mit szólsz hozzá. Azt hiszem, hogy jobbra kell fordítsam az ágyúimat, ami teljesen megfelelő irányba indult el. Mert ugye jobbra fogok tudni kilőni a sziget mögül. Ha esetleg nem lesznek velem szembe, ugye az a másik opció, hogy velem szembe lesznek. Ugye a C fele. Úgyhogy nem is lehet, nem is kell annyira előre menni amúgy. Van 3 romboló bal oldalon, ami szerint, hogy másik 3 romboló is lesz bal oldalon. Egy kettő biztos. A gyerek bekergette a nyulat a ketrecbe. Nektek ott a helyetek. Azt. Kilkáló, még nincs lőtávon. Már majdnem, ugye 20 km, 20,1 km a lőtávon. 20,1, 20,9 egész pontosabban. Na, ő már lőtávon van. 12 szegig utazik a lövedék. A sziget mögé megy. Akkor összpotoltatom magam, mert az jó. Beesik a sziget mögé, de nem fogja eltalálni. Tovább fog annál menni. Ja. Na, ott vannak a rombolók, tessék, azt mondtam. Már dobta is a torpedót, ide látom, hogy már úgy fordult, hogy már torpedót vetett, az biztos.
Ne forogjunk másik oldalra. Jó, hogy 18,8-ra vagy. Há? Gyors. Még fölfele megy a lövedéken, mivel már nincs ott. Se jó. Másik New York. Mondja, hogy 17,9. Ó, oh, sziget, nice. Akkor nem lövök rá igazából. Most például meglőtt engem AP-val a L'Argentina szembe, és lepattant. Ennyire gyenge izé. Gyere kicsit visszább, jó? Ja, kinézek én arra izére, Hawkinsra. Bye! Kéne torpedóznod szembe, cirkálod. Azt, bizony. Na, például most rep gyújtott például. Az igen. Hét ezeret lőtt rám, ez egy repessze. Egyet beszívok. Ó, oh, persze lyukasztasz, rohadjál meg. Persze bazd meg, te lyukasztasz. Szedtek téged? Mit csináltál? Torpedoes direct front. Torpedoes to starboard. Torpedoes dead ahead. Critical engine damage. Hull breach. We're taking on water quickly.
Tiszek, nem tudok még semmilyen semmit sem. Ezek ilyen fél percenként tudnak torpedót kilőni. Én másfél percig töltök torpedóval. Ők fél percenként küldik ki. Nem elsüllyedtek a retekbe. Vicces. Viszont négy. Hogy még te még élsz? Nem néztem. Nem, még te még élsz? De mi élsz? Még csatában vagy? Nem vagy csatában. Előbb ott voltál mögöttem, azon, hogy nem tudom, mi történt. Figyeltem. És adj egy jó tier 4-es csatát. Legyél cuki. Hozzak a gyerkőtnek rákcsát, mindjárt jövök. Kis király. Itt a lábak. Kezd. Kész fönt a sticker fájl. Na, hogy állunk? Rengeteg romboló, 5 egész pontosan, 4 cirkáló és 3 csatahajó. Wyoming, hát azt megesszük reggelire, azt ki tudjuk torpedózni. Nagyon közel jönne és nincsen ugye másodlagos ágyúja, jó legalábbis. Itt lehet pofátlankodni erősen ezen a pályán, főleg itt. Úgyhogy irány, let's go. 8 szekig töltünk, 1 perces a torpedónk. Előttünk egyenesen az iget van, és nyilván jó, elindult a romboló, azt hittem nem indul el a romboló mellettem. A kapitány izé, kapitány spotol. Yes. Ó, azt nem akartam elnyomni. Hidroakusztik szonárt nem akartam elküldeni, de most már. De keresztbe mentél, igen. Tudtad, ha megnyomod a N betűt, mint Nora? Tudsz dudálni, az az. South Korea, Shenyang. És eltorpedozta magát. Úgy fordul jobbra, hogy valószínűleg jön torpedó. Jep, ott is van. Torpedoes dead ahead.
Majdottam feladottan a... Ó, oh, nem bejöttem pofonél. Áú, oh, na ez volt a Citadel, amit most kaptam például. Tőle lepattanom. Ó, hagyjuk már, persze, egy ilyen Citadel Atlas másodjára is, hátulról. Csicska. Próbáld a csatahajókat repesszel lőni, hát hogy gyulladna. Ugye nagyon lassan mozognak, könnyű célpontok. Csajvileg lőtávadon van. Ez a South Carolina. A másik. A South Carolina konkrétan majdnem, hogy egy helybe áll. Az egy nagyon könnyű célpont, ha rálátsz. Ne a cirkrál ott lőd, mert az... Éppen nem találd el. Kicsit elé, és akkor jó lesz. Az jó, ez most például jó lövés volt. Gyulladt is. Csak hogy egyedül maradt ez az oldal, szóval el kéne tipizned nagyon gyorsan. Mögötted romboló. Botom vagy. Próbál kidobni torpedókat, aztán futás. De három oldalról lőnek, szóval négy. Ha van torpedó, dobd ki, aztán futás. Lefelé, délnek. Igazából kikaptunk, szóval teljesen mindegy. Na jó, úgy mozgás, kicsit jobbra, kicsit balra. Van mögötted egy 700 HP-s. Jövök el, azt lehet kiszedni ki. Na a rombolót nem fogod eltalálni. A romboló nagyon jól mozog. Aha, hát ennyi.
Na, jó volt ez is. És fun csaták. Na, kaptam 10 drop-ot. Igen, ha nézve, akkor ugye 10 drop-ot kaphatsz. Összeszedném. Ugye, hogy... Ricsre, azt mondja, hogy itt kell nekem. Drop-ok. Akkor hát beszél, mindenem megvan. Jár 4 kula. Az a kényes robotot várja. Szedjük szét a népet! Jaj. Köszönöm mindenkinek jó szórakozást, aki benézeget esetleg. Tölti a kis tudás idejét. Olyan hálás vagyok értem, mert ezzel tudtok a legjobban támogatni, hogy néztek, semmi több. Másra nincs szükség, úgyhogy nagyon cukik vagyis, nagyon cukik vagytok, és nagyon szépen köszönöm. Banditának, mint kapitánynak, hogy itt vagytok. Kérlek a lurker botnak. Vagy nem csak botnak, ki tudja? Ugye nem pörög a chat, hogy nem tudom, hogy való személyek vannak itt ugye. Igen, hello chat, igen. Itt van, tegye fel a kezét. Írja be, hogy hello chat. Úgy, hogy Captain csinálja. Na, az biztos, hogy te nem vagy bot. Látod? A bandita se bot. Se nem néző és se nem follow bot. Ó, hogy nem állj itt bőnt a gyerek. Na, cukik vagytok, imádom amúgy. Hát nyilván netrendről ötletem sincs, mi lesz amúgy. Hát holnap folytatjuk a kontrabandot. Azt is folytatni kéne. Vagy EU4, ez a kettő között vacillálok, hogy EU4 vagy kontraband legyen. Ugye végeztünk a Dishonored-del, ugye a sztori alapú játékunk ugye véget ért. Még a csibenteket farmogattam még utána amúgy még másfél órát. Pár a csikörült megcsinálom. De mi lesz helyettel? Oda is berakhatom vagy az EU4-et, vagy a kontrabandot. Vagy Dyson Sphere-t akár. Van választási lehetőség, van Rakéta Liga is. Van 90 játék letöltve Steam-en keresztül, úgyhogy van miből játszani. Az a kérdés, hogy mit fogunk játszani? És csütörtökön ugye 7 Days of Die, az fix. Tehát az a része, az a dolognak az fix, ugye. Manóval ugye... Coop stream, meg coop dolgok, meg minden is coop. Szóval mindenképpen lesz 7 Days of Die csütörtökön. Holnap... Futathatjuk a Granadás EU4-et esetleg. Ja, kíváncsiak, hogy mire jutok egyáltalán abban a szorult helyzetben, amit ugye spanyolok létrehoztak, meg én is létrehoztam saját magamnak köszönhetően. Ugye Marokkó ugye el lett engedve, mert nem mentem be a háborújával Spanyolországgal szembe. A Portugáliát ugye megvertük, mert az angoloknak volt a Persze Uniója. Alias, ugye a spanyolokkal nem vagyok szövetségben, de az angolokkal igen, viszont a spanyolok az angolokkal is szövetségesek, ergo nem tudom a spanyolokat megtámadni angol segítséggel, mert az angolok nem jönnek nyilván segíteni. De közben meglett a ibériai házasság is, tehát Aragorn és Nápoly is bekerült ugye Spanyolország alá. Tehát lehet elkésztem egy spanyol háborút, ami jó lehet ez volna, de ugye nem akart jönni velem Marokkó, és van 10K serege. Tehát majd nagyon ki kell csízelni a védelmeket, ugye ott a hegyi, van egy hegyi szektorunk, egy provinciánk, amiben van egy vár, tehát ott nagyon jól tudunk védeni. És ha elvesik háromszoros túlerővel, akkor több mindegy, hogy védekezek. Összehoztuk még a török szövetséget is, tehát törökök velem vannak, de rohadt messze. Tehát bármilyen háború van, az angolok
Bármilyen védekező háború van, akkor így mondom, akkor az angolok és a törökök megvédenek valószínűleg. De... Most spanyolokat kéne ütnöm. Úgyhogy nagyon izgalmas az az EU4 játék, ugye az az achievementre megyünk, hogy el kell foglalni ugye Granadával egész az Ibéri félszigetet. Nyilván nem lesz egy World Conquest run, mert nem is annak készül. De meglátjuk. Ez nekem az rohadt izgalmas, és ezt szeretem is az EU4-et, úgyhogy... Csak jó lehet belőle. Na, nincs senki szemben? Csak én foglalok? Szemből szarabba jön, hogy szigetet meg kell kerülni. Na, jöttek mögöttem, jó, behetetek még kettőnek, pippak elfoglaljuk ezt a helyet. 6 szek, 5 szek, 4, 3, 2, 1, 3. A cén az szívás van, oda kéne segíteni mondjuk. Csörd. Na, itt lövöldöznek a srácok. Mi a torpedom? 5,5. Jézus. Jaj, bocsánat. Nagyon itt tartasz. Nagyon itt tart. Jaj, hova lett a hangom? Milyenket meg nem tudom meglőni. Hát ő még találhat, az a torpedó. Nem tudom, messze van. Nem tudom, messze van. Ó, ezt meg. Hát ok! Engine boost, ezt egy helybe állok. Hát ezt meg ezt nem hiszem el. Mizó kapitány vele, Mizó? Te se állsz jól amúgy. Kordobával vitatkozol? Az is egy gunship. Körling nem ügyes. Mehetünk tovább, úgy érzem. Egy-két csatát mehetünk. Mind a kettő csatavesztes volt amúgy. Ez is, meg a másik is az lesz. Utaka? Nem bírom megcsinálni ezt a rohadt kampány küldetést, hogy... Redneutot csinálja. Ugye az HP-m 120%-et el kell veszítsem és túl kell éljem a csatán. Mizu? Két rombolót kell kiszedni. Két cirkálót kell kiszedni. Egy csatahajót. Jó. Nem azt a kattingatos felületet amúgy.
A csatahajót kell mindenképpen kiszedjek, úgyhogy csatahajót kell lőnünk. Nem vagyok más lőni. Lehet amcsitrak, mert volt eddig is, csak most tettem el a mostanság. Nincs semmi event, én meg amúgy abból nem játszom. Eventek, lehet most lesz húsvéti event például, nem figyeltem. Itt van előttem a kormány, tehát tudom tekergetni, nem tudom mennyire hallatszik. Itt van előttem, tehát... Be kell dugnom hátul az USB-t. Középen kell, nemzetek középen kezdeni. Hát, szeretem a LTS meg az ATS, mind a kettőt, tehát nekem nincsen bajom vele. Én azt komolyan hardcore szinten tudom, ugye ezt úgy kell értelmezni, hogy ugye én alapból külső kamera nézetet nem használok. Csak a tükröket. Ugye az érvényes tolatásnál, az érvényes menet közben, az érvényes minden szituációban, egyetlen egy esetben nézek ki az ablakon külső nézetbe, hogyha áll a kamion. Mert ha áll a kamion, akkor mint sofőr ki tudok szállni és körbe tudok nézni, hogy mizu. Hát ilyenrel is így működik. Úgyhogy igen, ez ilyenkor használhatom a külső kamerát, de nem használom alapesen. Hát bármit kell tolatni, azt csak tükörből tolatok. És nagyon büszke vagyok arra a 8 perces parkolásomra, amit egy tandem pottal csináltam. Annyi volt az egész fizikailag, hogy egy forgós zsám olyan ülő pótot kellett betolassak, ami két helyen törik meg. Ja, egy a pótnál a nyeregnél van az első töréspont, a másik meg a nyereg után volt egy kéttengelyes ilyen pótkocsi darab, amin volt a vontatmány, tehát ugye az volt egy forgó zsámai fizikailag, vagy egy forgó tengely, mindegy. És az a két helyen törő pótkocsit kellett betolatnom egy útszél építkezésre, az amcsi szimulátorban ugye van ilyen is. Úgyhogy, ja, az izgi volt, ilyen szempontból. Az 7,5 perc alatt meg volt, arról van streamem. Igen. Most ott már lövik. Fordulni a srácokkal szembe. Tehát hajót lövök, ugye? Azt mondtam. 11, 12 szekint megy az izé. Akkor oda kapsz a szalvót. Ha nem fordulsz és össze vagy egyenesen, mint egy idióta, amit nem teszel, mert elfordultál, akkor... Nem is talált egy lövedékem se, úgyhogy. Négy. Kettőbe fog találni, négybe fog találni egy se, hát rohadt jó vagy. Foglalni kéne területet, srácok, tehát nem átcsorogni. Olyan. Egy lepattanó, hát nagyon jó vagy. Concentrate fire on the enemy warship. Attention, reporting the target position. Egy helyben áll a romboló. Egy helyben áll a romboló.
Most indul el. Uff, hello. Ó, nyomás egy New York, aha. Csak még a kis testű. Körbe level, mi van veled? Játék! Rohadt New York. Na, tessék, Citadella, 12 kell. Köszönöm szépen. Mi kéne lőjem? Még egy ilyet, légy szíves. 1007. Nem fogunk tudni kilőni. Nem, mert lelopja kapitány. Új, szép ott. Hogy egyetlen? Ügöttem. Mi ez, torpedó? Nem érnék el idáig. Jó. Ja. Oh, hello. Hát arról is. Wow, nulla damage. Unig, gyere ki két tűz közül. Nagyon benne vagy. Előttünk izé van, romboló. Ó, nyertünk. Hát nem lőttem izét. Csatahajaut. Majdnem lőttem csatahajót, csak megmaradt 1200 HP, amit kapitány elvitt, úgyhogy GG! Nem tudom, négyes rombolóval is amúgy. Szóval azt négyesen meg tudom csinálni. Jó, szóval meg tudom csinálni. Nem ezt? Ezt. Tényleg egy betűsébb, jajajaj, 4-10, igen, ezt akarok csinálni. Szecsebb busz, gyere, gyere! Milyen gyorsan vagy itt, várjál, attól függ. Még nem vagy fent. Nem is látlak. Gyere, gyere, megvárunk akkor. Gyere, persze, gyere, persze. Van még egy hely. Jó, amíg ezt kitalálod. Megyünk egyet, jó? Úgyhogy, most hagynám abba, de akkor játszunk még egy fél órát szerintem. Ezt a közét meg akarom csinálni. Nehéz lenne kiszedni egy rohadt csatahajót, ez a hatalmas feladat. Tehát nyilván nem lehetetlen. Rombolozunk gyorsan egyet, az a pick-up meg lehet. Akkor az elég alfasz. Meg is lennie kell. Tehát ha botot ad, akkor jók is vagyok. Az a jó kis emotád van. Ez ihajaus. Na hát. Bot nincs. Ebből van minden.
1 hordozó, 3 csatahajó, 5 cirkel, 3 romboló. Lesz ugye, nem? Ezen az oldalon van egy csatahajó, tehát a csatahajót kéne kiszednem, ami azt jelenti, hogy át kell verje magam 2 romboló, meg egy 2 cirkálon hozzá. Very izgalmas. De ezt nyílt vizem. Mm-hmm. Jó, oké. Okay. My body is ready. 52 giga patch. Mikor játszottál te utoljára? Az egész játék 52 giga. É, miről beszél? Van ilyen parancsom, hogy Donald. Ah, komoly. Ja, akkor azt majd a parancsot megnézem. Na gyere! Micsoda sebzéseket adok a repcsire amúgy. A betyárosan. Az ilyen, hogy elhúzott az orrod előtt. Az ilyen. Én eltipliznék. Ajánlom neked is ugyanezt. Szólok. Egy torpedom talált csak. Havóból. Aha. Kiradaroznak izével. Csöszlöttje. Pá! Ugye ezt küldtem torpedót, ne menj elé. Csak összeszeded. Ez 9 kilométer és nem bírom meglőni, az 11 és azt mondja, hogy meg tudom lőni. Passzol beszélsz. Volt az elég pancsér. Talált, macsok, 1500. Hát nem ügyes a... izé, nagy hajó. Még azt meg kéne torpedózni azt a izét.
Tehát a hajót. És én nem vagyok spoton per pill. Épp. Mi a torpedom? Öt egészet. 6-8 a spotom. Nagyon pofátlannak kell legyek. Másodlagos is. Hát, hogy meg a kritika anyádat. Én kiküldtem. Ezt nem hiszem el, hát megáll a csatahajó előtt a torpedó. Rohadjál meg. Elfelemegy is, nem is fogod elérni. Fog megállni a torpedó valahol. Itt nem. Hogy rohadjál meg, hogy centikre az arcodba elmeg. Nézzem azt a nyugatot. 40%. Ja, letöltés, oké, oké, csináld. Elrakom azt a parancsot, mert működnék én annak a... Oké, értem a problémáját. Az üzenet ott van. Hello. Jeltojjel, no, működsz-e? Ezt működsz, köszönöm szépen. Működött amúgy. A timerben is. Mindegy. Nem csináltam meg a parancsot hozzá rendesen. De működik! Az 1400 HP-s rom cirkről ki tudod szedni? Vagy megoldja azért? Francia. Az nagyon jó lesz, az nagyon jó lesz. Elég? Jó, nagyon jó. Király. És kiszedted a spotot, ugye? Tehát most, ha nem lősz, akkor leesik rólad a spot egy pár szek után. Ó, ott a másik szem. Akkor nem szóltál, meg ketten vannak. Romboló az, amit téged zavarni fog, és kiküldte a torpedókat, csak szól. Igen, itt jön az első adag. Vigyázz. Jó, az oké. Okay. Nem fordulsz bele a feneked. Oké, okay, király. Vigyázz, visszalő a romboló.
Az, hogy ez a romboló jól lő. Nagyon ügyesen a fenekét mutatja neked, ami azt jelenti, hogy kisebb felületen tud. Oh. Igen. Ott a hajó. Na majd GG. Akkor még egy belefér, ugye Csabusz? Tehát még nem fogsz letölteni addig. Akkor megyünk még egyet. Jó lenne egy Dreadnought-ot összeszedni, jó lenne egy csatajót is kiszedni egyúttal. Reggel két meccset mentem, olyan rohadt jók voltak. A 4-es hordozommal csináltam 72.000 damage-et, vagy 70 valamennyit. 69, az volt így, tehát piszok magas damage-em volt. Másik meccsben meg a 4-es kordobámmal volt egy... Igen, is nézem pontosan az volt. Itt az? A kordobával csináltam 61.000-et. 62.000 nem is, ilyen 4-ben. A másik 74.638 volt a hordozóval. Ez így wow. És amúgy kikaptunk. Azt mondja, hogy én balra fogok elfordulni, úgyhogy az ágyuk jobbra. Hát most erre mit mondjak? Csak csinálj helyet. Zsamó zsasé, miért nincs helyed? Vegyünk vasé. Hol néz oda? Zsamózik ezerre, aztán zsasé van. Hát igen, ugye nem fér el az rép, igen. Ja, ugye ma még én nem aludtam, ugye tegnap 4 óta fent vagyok, az azt jelenti, hogy most már 25 óra ébren vagyok. Gyerekült itt ül mellettem, szóval hatalmas dolgot nem kell csinálni, mert el van. Nője már aludt egyet, ugye? Másfél órán. De ettől függetlenül kezdek fáradni. Tolkom meg még kapar, úgyhogy elnézést az ilyen hangokért. Na gyere, repülő! Kire megy? Celebre. Van-e bot? Nincs bot. Jajjó, miért lenne bot? Jó, már élőtt. Repülő minusz. Lehívta, aha. Ez lezuhant, úgyhogy nem visszahívta, az lezuhant konkrét. Tomaha. Leesik a spot. Hát azért csak oda lövök. Átha. Össze-vissza mennek a lövedékek amúgy. Töbölöttem a hajót. Egy overpen azt mondja, 830 damage, igen. Az még ott mindig ilyen. Elfogadtak az ágyaim, tök jó. Feljétek meg a torpedós. Vigyázz. Oh.
per pillanat. 1800-as. 4K HP-ja van annak a szarnak. Betölt annyira. Nyolc-harminc. Semmit nem ad be a játék jelenleg. Töltse őnek is. Bombázó csak, az érdekel. Ott lesz a célka, azt nem torpedozzák ki, ugye Cordobát. Cordoba ez az Cordoba. Távolt. 3200, nagyszerű. És engem kigyújt ugye azonnal, nyilván. Nyilván azonnal megint, ja nem, most nem gyújtott ki, mert tudtam, hogy torpedózni fog. Ott rajta. Azt a rohadt. Tehát már több damage-et csinált, mint én eddig, összesen. Egyébben nyalok. Nem nyúk azt. Ezer. Fordulj. És én megint gyújt. Nyilván még rám lőtt egyen, halálában. Hogy veszítem HP-t, az jó. És itt többet kéne veszítsek mondjuk. Ó, ezt még eleresztetted azért, lol. Kemény vagy. Jó, javultam, egy percet vagyok, nem tudok többet javítani, szóval hiába. Jó.
EU4 az Europol Universalis 4, ugye? Arról meséltem az előbb. A hajótestre lőni egy nagyon szépet. Hozhatna egy citadellát. Nyilván nem. 2000. Egy lövés 3000. Kéne elvinnem a srácot. Válaszolva. Aha, 8000. 7. Egyszer lepattant. Nagyon jó ott a küldetésünk! Nagyon szép! Van a küldetés. Jajjó. Lehetne egy citadella mondjuk. Lapattól, én kérek elnézést. Körbe lövöm! 6 km-ről körbe van a srácot. Ma a nyelvet botta meg hátulról. Mindjárt átfordulok, srác. Ezer. Nem két ke HP-ja van. Hát elvileg meg lehet a Dreadnought is ezzel a csatával, ha nem szed ki ezért a romboló. Azt kell, hogy ne szedjen ki. Ahhoz ezt túl kell éljem, ezt a pofon. Most küldi ki a torpedókat, aha. Valószínűleg most küldte ki a torpedókat. Úúú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 
Nem féltem. Jó, sztamákot! Jézusom, sztamákot! Jesus Christ! Jó, elvileg megvan a Dreadnought is. Ha minden igaz, lelőttek 6k HP-ra. 8000-re van, úgyhogy lelőttek nullára szinte. Jó, rossz volt, nem figyeltem. Tehát azt láttam, hogy romboló. Ott a Dreadnought. Két küldén van, nagyon jó. Dupla, dupláztunk. Nagyon király. Dupláztunk, bizony, tasz 2 és 6-os. Mua. Perfecto, ezzel szorkoztam egész két hete, vagy egy hete. Nagyon zsír. Ezt klémelném, nem tudom mi a... Amúgy ezért. Kész. Akkor itt kéne egy Arzoniszt. Nézem mi az.
Haladhatunk tovább. Az orosz torpedók ennyire szarok, hogy ilyen 5 km-re nem talál el. GG. Hogy? Két rombolót kéne kiszedni. Jaj, nehezek és ezért lassúak. Aha. Cirkálok kéne kiszedni. Én cirkálok. Hát én azt hittem, ott megdöglek amúgy. Esküszöm, azt hittem megdöglek. Hozol egy ötöst, akkor én hozok egy... Igazán, pillanat, mi az Arzonis? Igen. Arzonis? Aha, aha, értem. Arzonis, ez a Rammer. Donátoros. Arzonis azt mondja, hogy el kell égetnem az enemit. Aha, tehát hogy csak gyújtanom kéne fizikai. Gyújtani akarok folyamatosan, akkor rombolót kéne hozzak. Be itt a négyes. Ötösem nincs, nem ötösem nincs. De válasz egy hatost. Nem, akkor is. Azt mondja, hogy a japánoknak ugye 10 km-es torpedóik van, ugye 12 az én. Igen, 10. Az Amcsitnek ez a közép hatótáv, ez a 6-9. Ja, igen, vágom azon, hogy gyorsan kell és sokat lőjek. Ezt gyújtanom kell folyamatosan fizikailag. Tehát folyamatosan égetni kell azért az elemét. Tehát ki kell gyújtani egyszer, eloltja, aztán meg rá kell gyújtani, és csak rá kell gyújtani, és csak rá kell gyújtani, minél több helyen még annál jobb. Csak helyvel fogok lőni, meg talán torpedózok, hogyha úgy van. Beszaladok a... Be kéne menni az AB közé. Na, oda kéne segítség inkább. Közben elhúztam a fél órát is, amit mondtam fél órára, úgyhogy... Mi nem volt? Kérem? Ügyes vagy. Jól van, csinál helyet, aztán majd akkor... Mondtam, holnap után, holnap leszek, az biztos. Hát hajrá, ilyenrel vagy? Nem ilyenrel. Nem ilyenrel. Milánó szép. Hát már lövöldözne. Ja, úgy. Hát akkor nem ilyenrel. Hajrá. A héten folytatjuk Granadával, azt tudom, igen, neked ígérni, az vagy holnap, vagy csütörtök. Ugye csütörtökön most így meg felszabadult egy hely a Dishonored helyett, ugye már befejeztük az összes DLC-t és a főjátékot is, igazából csak magam fogom végigjátszani High Chaos-on. Ugye magán progress. Meg egyszer így is meg kell csinálni amúgy, hogy nem vesznek észre, úgyhogy... Ugye nem adtam meg az acsimetet, mert elrontottam ugye a sorrendet a játékba, úgyhogy egy, ezt újra kell játszam. Mindenképpen még kétszer újra fogom játszani, egyszer High Chaos-on, egyszer Low Chaos-on, meg Low Chaos és Clean Hands-el, tehát ráadásul mind a kettő. Ki lesz? Talmas lesz. Jaja, hát így is 90 óra volt. Nem. Na jó van, hajrá! Jó pihit, meg jó játékot! Hülye, aki erbe jön.
Nem. Pecik van még ugye smoke-unk, ezt kihasználjuk. Jó kell, hogy Jézusom. És se találom. Hol idetek, de gyors? Magas hívbe lövöm azokat a szarokat. Hűthatnám. Lennék a te. De nem gyújtom ki. Jó, ő azonnal. Ő azonnal. Két gyújtóból. Az meg. Ki, hát hihetetlen, jó, mindegy. És rám basz egyet. Vakon. Túl legyen már ki, bazd meg. Honnan a anyádból látsz? Nem gyulladsz ki, gyulladnánk. Nem ütöm át. Engine boost deactivated. Itt lesz munk. Na, mi a baj? Köszönöm, azt hogy toltad magad, mi? Fogadjunk. Ötökkel.
Igen. Nem mondok semmit. Hogy elnyissunk 2000 konténer? Mi van most? Ki mindet? 52... 1700! Kéne 16000 XP harmadik konténerhez? Sok a kapsz! Én is nagyon szépen köszönöm. Na, van, menjünk pihenni. Amint, hogy off kép, vagy nem tudom. Hát, be van kapcsolva az Nightbot, mi csinálja? A GG amúgy szép volt, jók voltak a játék. Végre más kicsit elfáradtam. Gyilag fáradtam el. Mentálisan. Na van. Ki játszik még akármit? Ficsen a mindenkin kívül. Jó éjszaka? Hát csak 5:30, jó neked 6:30. Erre nézzünk valami raidet. Maradj velem! Raidelünk egyet, mert úgy illik. Number of tanks-et most nem érdekel. Hát Raga megint játszik oda. Ezt meg is beséltük a világgal, hogy Rogához megyünk. Ja, ez YouTube-ra jön. Úgyis próbált már múltkor idején, csak nem jöttek ki össze, úgyhogy most mi ridegetjük ezerrel. Próbált már múltkor idején, csak nem jöttek ki össze, úgyhogy most akartam. Honnan azt a... Ezt az adok. És ott van a rédelése, ezen belül... Látom. Na szóval nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, velem tartott, csodaszép délutánt, kora estét, itt okozhattam neki, belézett, vagy lörkölt, esetleg nagyon cukik vagytok. A legeslegnagyobb támogatásotok az számomra, hogy néztek, semmi több. Köszönöm szépen mindenki is. Captainnek, Banditának, hogy benézett, meg Tabusznak, hogy benézett, nagyon cukik vagytok, és lesztek, és voltatok. Folytatjuk holnap. A kérdés az, hogy mivel, nem tudom. Lehet kontraband vagy EU4, ez a két opció van, aztán mi lesz ebből? Senki nem tudja még én se. De majd alszok rá egy jó nagyot, úgyhogy. Köszönöm szépen még egyszer. Sziasztok, jó éjszakát! Ó, Unraid, várjál, hat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 , mi az, hogy Unraid? Most jártam. Hol van ez a játék? Úgy mire a játék? Twitch. Raid, indítás. Yes! Én nem tudom, hogy rédelni. Hát akkor nem rédelünk oda, hát érted most akkor... Menjünk cuccuhoz? Cyclozik. Nem, Balázs. Balázs. Project Zomboid Viktorral. Csak berédelném. Így nem. Jó. Akkor csináljuk ezt OBS-ből. Raid. Szagánál, várjátok az akkor. Technikai issue, a raid nem akar létrejönni. Ez volt. No. Akkor nem Balázshoz megyünk, Ragához megyünk. Vessezzük továbbra. Maradjunk berkeken belül. Raid. Pont.
Mit miért? Menjünk Balázshoz? Project Zomboid? Inkább? Te vagy itt egyedül, szóval... Heted? Válasz. Project Zomboid vagy World of Warships? Ja igen, ezt azt mondom, hogy bár rányomok. Raid. Most. Raid létrejött. Tehát azért a böngészős felületről próbáltam ezt megcsinálni, és azt mondta, hogy no. De most már működik, úgyhogy... Sziasz Captain, köszi a játékot, király voltál, folytatjuk holnap. Mivel azt még nem tudom, vagy Kontromod vagy EU4, kettő közül valamelyik, alszok rá kettőt. Jó éjszakát, sziasztok!